Kedves nézőim! Az őszi égbolt megismerését a Perseus csillagképpel folytatjuk. Legfényesebb csillagát a Pegazustól induló és az Andromédát magában foglaló csillagi folytatásánál találjuk, a Gamma Andromédétől körülbelül 16 fokra keletre. A csillagkép a szeptemberi estéken még elég alacsonyan helyezkedik el az észak-keleti égbolton. Talán érdemesebb néhány hetet várni a megfigyelésével. Addig is elmesélem a hozzá kapcsolódó történetet. Perseus, a főisten Zeus és az argoszi királylány Danaé fia volt. Azon kevés mítikus hősök közé tartozott, akik egyáltalán nem rendelkeztek rossz tulajdonságokkal. Héraklész például bosszúálló volt és részeges, Achilleus pedig, mint tudjuk, személyes érdekeit néha a hadsereg elé helyezte. Perseus isteni szépségű, erős, vakmerő hős a görög mitológiában. Minden sikerült neki, márpedig az emberek ezt a tulajdonságot becsülik a legtöbbre. Perseus nagyon mozgalmas, kalandos életet élt. Mindjárt a születését izgalmak kísérték. Nagyapját, az argoszi királyt ugyanis egy jóslat arra figyelmeztette, hogy majdai unokája kezétől fog meghalni. Ezért a lányát, Danaét egy kamrába zárta, elszigetelve minden férfi elől. Zeus barátunk persze megkívánta a gyönyörű királylányt. Arany esőcseppek formájában férkőzött be börtönébe. A találkozás következtében született meg Perseus. Nagyapja iszonyú haragra gerjedt. Danaét a csecsemővel együtt egy hatalmas ládába zárva a tengerbe dobatta. A tenger hullámai egy szigethez sodorták a ládát, ahol megmentették őket. A sziget királya, Polydectes beleszeretett Danaéba. Hosszú éveken át ostromolta, ám hiába. Danaé mindig kikosarazta. A ládába zárt anya és gyermeke meséjét a görögök valószínűleg az egyiptomiaktól vették át Ízisz és Hórusz mondájából. A felcseperedő Perseus anyja védelmére kelt. Ezért Polydectes el akarta távolítani a király udvarból. Megparancsolta Perseusnak, hogy hozza el a félelmetes gorgó Medusa fejét. Ezzel igazolja isteni származását. Bizonyos volt abban, hogy Perseusnak nem sikerült teljesíteni a parancsot. A gorgók a féle vénasszony és madár kombinációk voltak, zörgő fémszárnyakkal, vigyorgó pofával, állatfülekkel. Fejükön haj helyett mérges viperák tekeregtek. Olyan rútul néztek ki, hogy kővé merett az iszonyattól, aki csak megpillantotta őket. Mindenkitől távol egy világvégi sziget ellaktak. A valaha gyönyörű gorgókat Pallas Athéné súfította el, mert egyszer az ő templomában bujálkodtak. A gorgók nővéreivel, a civakodó vénasszony grajákkal még találkozunk. A három gorgók közül egyedül Medusa volt halandó. A görög harcosok az ő képmásával díszítették a pajzsukat, hogy megrémítsék az ellenséget. A tengeri medúza nem véletlenül kapta a nevét. Rojtos, kocsonyás teste valóban emlékeztet Medusa fejére. A fej egyébként látható Szicília zászlóján, de ennek történelmi és szimbolikus okai vannak. Perseus lehetetlen feladat előtt állt. Zeus fiaként azonban számíthatott az istenek segítségére. Herméstől olyan kardot kapott, melynek csapása sohasem tévesztett célt. Pallas Athéné pedig egy fényes felületű pajzsal ajándékozta meg, amely tükörként mutatta a környezetét. Perseus elindult tehát a gorgókhoz. Útközben számos kalandot élt át, ezekkel itt nem foglalkozunk. A nézők számára ajánlok egy kis filmet, amely bemutatja Perseus életét. A hivatkozás megtalálható a videó alatt. Mielőtt a gorgókhoz ért volna, el kellett mennie a grajáknak nevezett vénasszonyok szigetére. Egyedül ők tudták, hol laknak a gorgók. A három grajának összesen egyetlen szem és egyetlen fog jutott. Emiatt szüntelenül civakodtak, hiszen egyszerre csak az egyikük látott, illetve csak az egyikük tudott enni. Perseus kivárta a pillanatot, amikor a szem éppen gazdát cserélt. Elvette tőlük, és nem adta vissza, amíg el nem árulták a gorgók lakhelyét. További útja során találkozott a jóságos nimfákkal, akik megajándékozták egy láthatatlanná tevő sisakkal, szárnyas sarukkal, amikkel a levegőbe emelkedhetett, továbbá egy bűvös tarsójal, amely tartalmának megfelelően változtatni tudta a méretét.
A hős lábára húzta a sarukat, majd magasba lendülve elindult nyugat felé, a Gorgók szigetére. El is érkezett hozzájuk, akik éppen aludtak a kővé változtatott ember és állatfigurák között. Perseus tekintetét a pajzson látható tükörképre szegezve, egyetlen csapással levágta Medusa fejét, majd felvéve a láthatatlanná tevő sisakot, szárnyas sarui segítségével elmenekült az üldözésére induló Gorgók elől. Hoppá, úgy nézem a MeToo jelszavával Luciano Garbati kisé megváltoztatta az eredeti történetet. A Medusával való küzdelmet nagyon érzékletesen mutatja be a Titánok harca című film egyik jelenete. Bár a történet meglehetősen szabadon kezeli a görög mitológiát, azért érdemes megnézni. A jelenetre hivatkozás mutat a videó alatt. A haldokló Medusa testéből lépett ki az óriás Krüsaor és Pegasos, a szárnyas paripa. Krüsaor unokái közé tartozik Kerberos, az alvilágot őrző háromfejű kutya, továbbá a tébai szfinx, az asszonyfejű, oroszlántestű, madárszárnyú szörnyeteg. A hazafelé tartó Perseus találkozott Atlasz titánnal, akit lázadásért arra ítél Zeus, hogy örök időkig a vállán tartsa az égi boltozatát. Atlasz bizalmatlanul fogadta a kalandjait elmesélő Perseust, és hazudozónak nevezte. Perseus bizonyítékul megmutatta neki Medusa fejét, amitől Atlasz kővé dermedt. Így megkövülten hever ma is Afrika északnyugati partjainál. A Szahara fölött elrepülő Perseus tarsójából útközben vér csöpögött ki. A vérből mérges kígyók keletkeztek, melyek annyira elszaporodtak, hogy homoksivataggá változtatták az előzőleg termékeny vidéket. Erről nem találtam megfelelő illusztrációt, ezért inkább a Nemzeti Galériában, illetve a Szépművészeti Múzeumban megtekinthető szobrokat mutatom be a dián. Ezután következett Androméda megmentése, ezt azonban már hallottuk. Ha valakinek ismerős lenne Androméda megszabadításának története, akkor ne csodálkozzon. Szinte szó szerint ugyanezt meséltem el a Sas csillagkép bemutatásánál, csak más szereplőkkel. Ott éppen Héraklész mentette meg a trójai királylányt, Hésziónét. De a szörnyet, gyakran sárkányt lekaszaboló hős a középkorban is visszaköszönt Szent György, illetve Roland lovag és Angelika hercegnő történetében. Roland, Orlando, Rüdiger, vagy ahogy tetszik, szárnyas paripán érkezik. A festményeken a mesztelen hercegnő mellett megfigyelhetjük továbbá a láncokat, a tengeri szörnyet, szóval Perseus és Androméda történetének összes kellékét. Roland aztán eléggé méltatlan módon szerelmi ellenszolgáltatást várt a tettért, amire Angelika nem volt hajlandó. A tovább bonyolódó történetet számos középkori feldolgozás megörökítette. De térjünk vissza Perseushoz, aki a kaland után Andromédával megérkezett édesanyjához. Éppen időben, ugyanis Polidektész király már erőszakkal el akarta venni feleségül Danaét. Perseus azonban a királyna és a vele mulatozó cimboráinak megmutatta a Medusa fejet, amitől mindenki kővé dermedt. Perseus aztán visszaadta az ajándékokat az isteneknek, illetve a nimfáknak. Medusa fejét Pallas Athénének ajánlotta fel, aki azóta a mellvértje vagy a pajzsa közepén viseli. Innen ismerhető fel a festményeken. Perseus további életéről a már említett kisfilmből tájékozódhatunk. Csak annyit fűzök még hozzá, hogy ő alapította a Mükénét. A hős Héraklész szintén az unokái közé tartozott. Perseus története a költők és festők mellett a zeneszerzőket is megihlette. Jean-Baptiste Lully, a francia opera megteremtője, 1682-ben komponált operát Persé címmel. Nézzünk meg belőle egy rövid részt, amely bemutatja, ahogy az egyszemű küklopsz kovácsok elkészítik a pajzsot, amit egy nimfa hasznos tanácsok kíséretében átad Perseusnak. Igaz, a pajzsra rákovácsolták Medusa fejét, de kicsire nem adunk. A színpad bal szélén Androméda ül, a jobb szélén pedig Perseus. Ők ugyanis már ismerik egymást, sőt szerelmesek egymásba. A jelenet magán hordozza a francia opera minden jellegzetességét, a balettbetétet, a néhol filozófiai magasságokba emelkedő szöveget, a színek és mozdulatok harmóniáját, no meg a nem túl dallamos éneket. Azért ne hagyják ki.
les vaillants guerriers sont nés. Nous et tout espérer de l'effort de son bras. Si vous voulez vaincre mes muses, portez le bouclier de la sage Pallas. Que la valeur et la prudence tentent le saut d'intelligence, achève l'exploit glorieux. Que la valeur et la prudence tentent le saut d'intelligence, achève l'exploit glorieux. Le monstre le plus furieux leur fait vénément résistance. La peine peut régner que par leur assistance. Vivir leur droit sans bonheur, rien ne peut mieux donner l'immortel honneur. Que la valeur et la prudence tentent le saut d'intelligence. Perseus csillagkép megfigyeléséhez célszerű megvárni, amíg jobban felemelkedik az égen. Október végén, november elején, este 9 óra körül kelet felé, mintegy 45 fok magasan helyezkedik el a horizont felett. Perseustól keletre a fényes csillag a Capella már a téli, szekeres csillagképhez tartozik. Igyekezzünk kihasználni az ilyen tájt ritkán előforduló jó időt, felhőtlen égboltot. Az ábrán a látóhatár kissé ívelt a nagy égterület ábrázolása miatt. A Perseus alfája 510 fényévre lévő óriás csillag. Arab neve a hős könyökére utal, feltehetően a jobb kezén. Bal kezében tartja Medusa fejét, amit a béta, omega, ró és pi rajzol az égre. A béta elnevezésére még visszatérünk. A csillagképen keresztül húzódik az őszi tejút, melynek derengő sávjában két kis ködös foltot vehetünk észre. A Cassiopeia deltája és a Perseus gammája között félúton szorosan egymás mellett helyezkednek el. Annak idején csillagként azonosították őket, így a H és Ki Persei jelölést kapták. Távcsővel megfigyelve azonban feltűnik, hogy nem kettő, hanem nagyon sok csillagfénye olvad össze ködös foltokká. Ezeket a csillagcsoportokat nyílt halmazoknak nevezzük. A nyílt halmazok tagjai együtt keletkeztek egy hatalmas kozmikus gáz- és porfelhőből. Mindkét halmaz 13 millió éves, ami nagyon fiatalnak számít a csillagok között. Nagyjából 8000 fényévre vannak tőlünk. Átmérőjük mintegy 70-80 fényév. Körülbelül 2000 csillagot tartalmaznak. A nyílt halmazok a tagok véletlenszerű saját mozgása miatt néhányszor 10 vagy néhányszor 100 millió év alatt felbomlanak. Ez a sorsvár a Perseus Iker halmazra is. Vállalkozó kedvű nézői megpróbálkozhatnak az Iker halmaz lefényképezésével. Néhány másodperces expozíciós időt állítsanak be, és feltétlenül erősítsék állványra a fényképezőgépet. A ködös fényfoltok szerepelnek Hipparchosz görög csillagász időszámításunk előtt 130 körül készült csillagkatalógusában. Johann Bayer, német ügyvéd, égi kartográfus adta nekik a H és Ki jelölést 1603-ban készült oronometriájában. Valódi természetüket persze csak a távcsöves megfigyelések tárták fel. Érdekes, hogy Bayernél a Perseus térképén csillagkép szerepelnek, a Cassiopeiánál viszont ködös foltok a tejútban. Bayer a Cassiopeiánál bejelölte az 1572-ben feltűnt szupernovát, amely a Vénusznál is fényesebben ragyogott a novemberi égbolton. Ha már szóba hoztam, akkor foglalkozzunk egy kicsit ezzel a szupernovával. Az új csillagot 1572. november 6-án vették észre. November 11-re a fényessége elérte a Jupiterét, majd 16-ára a maximumot, körülbelül -4 magnitúdot. Ezután fokozatosan halványodni kezdett, és 1574 tavaszán eltűnt a szabadszemes megfigyelések elől.
A szupernova megjelenése megdöntötte a csillagok változatlanságának arisztotelészi dogmáját, így nagy mértékben hozzájárult a modern csillagászat kialakulásához. A szupernova kitörés magyarázatát a Lant csillagképről szóló videóban részleteztük. A Weiss műhold infravörös felvételén azt a táguló gázfelhőt látjuk, amely az 1572-es szupernova robbanáskor keletkezett. A felhő egyes részeinek sebessége eléri a 9000 km per szekundumot. A mérések szerint a szupernova távolsága 9000 fényév, bár az újabb vizsgálatok kissé közelebbi értéket szolgáltatnak. A kettős csillagok közül a hozzánk legközelebbi szupernova jelölt az IK Pegasi. Fényessége 6,1 magnitúdó, még éppen észrevehető szabad szemmel. A jelölés változó csillagra utal, de amplitúdója csak néhány század magnitúdó. A csillag felkereséséhez kössük össze az Iota Pegasit a Gamma Delfinivel. Majdnem félúton kissé közelebb a Gammához látható a Pegasus 1-es számú csillaga, melynek fényessége 4,1 magnitúdó. Tőle egy fokra nagyjából keletre találjuk az IK Peget. Megpillantásához ideális megfigyelési viszonyokra van szükség. Az IK Pegasi 154 fényévre van tőlünk, ami nem túl biztonságos távolságot jelent egy szupernovánál. A főcsillag fehér törpe kísérője azonban csak sok millió év múlva tudja összegyűjteni a robbanáshoz szükséges tömeget. Mivel a csillagpár 20,4 km per szekundummal távolodik a naprendszertől, 14.700 évenként egy fényével kerül messze. 5 millió év múlva például közel 500 fényévre lesz tőlünk, ami kevésbé veszélyes távolság egy kitörés esetén. A kettős csillagoknál lezajló szupernova robbanások mellett a nagy tömegű csillagok életük végén hasonló kitörést produkálnak. Ennek részleteiről a Világegyetem múltja és jövője lejátszási lista videóiból tájékozódhatunk. A tejútrendszerben átlagosan 50 évenként következik be szupernova robbanás, de ezek legnagyobb részét a fényelnyelő csillagközi porfelhők eltakarják előlünk. A dián felsoroltam az eddig megfigyelt kitöréseket. Az 1987-es szupernova nem igazán tartozik közéjük, mert tejútrendszerünk kísérő galaxisában a Nagy Magellán felhőben jelent meg. Így eléggé le vagyunk maradva. Már igazán itt lenne az ideje egy látványos szupernova jelenségnek. A szabad szemmel látható csillagok közül a Rho Cassiopeiae, az Eta Carinae, a Rigel, a Betelgeuse, az Antares és a Spica válhat szupernovává a következő 1, 10.000, 100.000 vagy talán millió éven belül. Előre nem tudhatjuk. Szerencsére mindegyikük jóval távolabb van annál, hogy a kitörés jelentős kárt tegyen a földi életben. Sorozatunk további részeiben meg fogunk ismerkedni ezekkel a csillagokkal. Egy közeli szupernova kitörés esetén elsősorban a gammasugárzás veszélyeztetni a földi életet. Tönkretenni ugyanis azt az ózonréteget, amely alaposan megszűri a világűrből a földre érkező kozmikus sugárzást. Egy tőlünk 30 fényévre lévő szupernova az ózonréteg felét elpusztítaná, ami már jelentős károsodást okozna az élővilágban. A dián feltüntettem egy adott távolságon belül várható kitörések becsült gyakoriságát. A videó alatt hivatkozást található a YouTube-on egy nagyon látványos kisfilmre, amely bemutatja egy közeli szupernova kitörés földi hatásait. A kisfilmnél beállítható az automatikus magyar fordítás. Némileg esetlen, de érthető a szöveg. Azért egy szupernova kitörés jótékony hatást is kifejt kozmikus környezetére. A robbanás következtében kialakuló ökéshullám ugyanis összenyomja a közelében lévő interstelláris gázfelhőt. A sűrűbbé váló tartományokban megindul a csillagok és a bolygók kialakulása. A mi napunk keletkezését a naprendszerrel együtt egy ilyen szupernova robbanás indította el. A felhő közelében elhelyezkedő csillag 50 millió évvel a nap létrejötte előtt tört ki. Ennek nyomát a meteoritokban található radioaktív elemek őrizték meg. Ez a szupernova szennyezte be nehezebb kémiai elemekkel a naprendszer ősi anyagát. A Földön jelenlévő minden rész, vas, nikkel, aranyatom és így tovább a szupernovából származik. Sőt, az élet keletkezéséhez szükséges elemek szintén a kitöréskor kerültek ki a csillag belsejéből. A kémiai elemek szintéziséről a Világegyetem keletkezése és fejlődése lejátszási lista videói tájékoztatnak részletesebben.
De térjünk vissza a Perseushoz, amely az ikerhalmazon kívül egy másik nyílt halmazt is felfed előttünk. Míg az ikerhalmaz szabad szemmel csak ködös foltnak látszik, az Alfa Persei körül elhelyezkedő mellott húsz tagjai teljesen belevesznek a mezőcsillagok közé, melyek nem tartoznak a halmazhoz. Előtte vagy mögötte találhatók a világűrben. A csillagcsoport néhány szabad szemmel megfigyelhető tagját bejelöltem a térképre. Távolságuk átlagosan 600 fényév. A halmaz mintegy 70 fényév átmérőjű, és körülbelül 500 tagot számlál. Csillagai 50-60 millió évvel ezelőtt keletkeztek. Mivel idősebbek az ikerhalmaz tagjainál, már jobban szétszóródtak a világűrben. Az Alfa Perseihez hasonló szétszórt, nem túl feltűnő csillaghalmazokról Philibert Mellott angol csillagász készített katalógust 1915-ben. A katalógus 245 objektumot tartalmaz. Mivel sok átfedés van a régebben összeállított katalógusokkal, a Mellott jelölés csak azoknál a halmazoknál használjuk, melyek előzőleg nem kaptak katalógus sorszámot. A továbbiakban találkozunk még a katalógus néhány szabadszemes tagjával, bár ezeket a felvételeket távcsővel készítették róluk. Azért a Perseusban sem maradunk változó csillagok nélkül. A görög mondához illeszkedve a csillagképhez hozzátartozik Medusa levágott feje. A béta, omega, ró és pi Persei alkotják. Közülük mindjárt kettő is változtatja a fényességét. A fényességbecsléshez bejelöltem néhány összehasonlító csillagot. A számoknál szokás szerint hiányzik a tizedes vesző. A béta Persei fényváltozását már az ókorban megfigyelték. A titokzatos viselkedése utalhat arab elnevezése Ras al-Ghul, a szellem feje. A fényváltozás periódusát azonban csak 1783-ban fedezte fel John Goodright, aki egyben meg is magyarázta az elhalványulások okát. Feltételezte, hogy egy keringő komponens időnként elfedi a főcsillagot. Így az Algol lett az elsőként felismert fedési kettős. A két csillag jóval közelebb van egymáshoz, mint a Merkur a naphoz. A kísérő pályasíkja éppen a látóirányunkba esik, ezért 2,9 naponként eltakarja a főcsillagot. Ilyenkor az összfényesség 2,1 magnitúdóról 3,3 magnitúdóra csökken. Ez a változás könnyen észrevehető szabad szemmel. Mivel a kísérő jóval halványabb a főcsillagnál, mellékminimumban a fényesség csökkenés mértéke nagyon kicsi. Csak műszerekkel mérhető meg. Az eddigi változókkal ellentétben az Algolt nem érdemes folyamatosan figyelni. Elegendő a főminimumok környékén végezni fényességbecsléseket. Ezek időpontját például a Skyne teleszkóp weblapján listázhatjuk ki. Az aktuális dátumot a jobboldali parancsgomb segítségével állíthatjuk be. Rákattintva néhány napra előre megkapjuk az időpontokat. Ügyeljünk a világidő és a helyi idő közti eltérés helyes értékére. Bár a fedés nagyjából 10 órán át tart, a fényesség változása már 1-2 óra alatt észrevehető. Komolyabb megfigyeléseket úgy végezhetünk, hogy legalább másfél órával a megadott időpont előtt elkezdjük a fényességbecsléseket, és utána legalább ugyanennyi ideig folytatjuk. Közben elegendő negyed óránként egy-egy becslést végezni. A fénygörbéhez az Excel-lel illeszthetünk parabolát, melynek minimum helye megadja a minimum időpontját. Ennek módját a videóhoz mellékelt PDF fájlban mutatom be. A béta Lirhez hasonlóan az Algol periódusa is változik. Ezért a megfigyelt minimumok időpontja kissé eltér az előre számított értéktől. Az eltérés oka lehet a keringési pálya változása, a tagok között fellépő tömegáramlás vagy egy további komponens megléte miatt. Ha valaki már elfelejtette volna, a LAN csillagkép bétájánál feleleveníteti az ominuszi grafikonra vonatkozó tudnivalókat. A béta Persei rendszere például tartalmaz egy harmadik csillagot, amely közel 3 csillagászati egységre kering a szoros pár körül. Keringés ideje 680 nap. Pályasíkja nagyobb szöget zár be a látóirányjal, így nem jön létre fedés. Gravitációs hatása azonban változtatja a fedési kettőst alkotó csillagok pályáját. A fedési kettősök nagyon fontos szerepet játszanak a csillagok átmérőjének a meghatározásában. Bár a modern technikák segítségével már közvetlenül is mérhető a viszonylag közeli óriás csillagok mérete, a fedésig sokkal tágabb lehetőséget biztosítanak a csillagászok számára. A módszer matematikája meglehetősen bonyolult.
A legkönnyebb esetben egy centrális teljes fogyatkozás bekövetkezésekor egyszerű összefüggést írhatunk fel az ábrán bejelölt időtartamok és a két csillag kis D, illetve nagy D átmérőjének arányára. A színkép alapján megállapítható a csillagok sebessége, ebből pedig meghatározhatók a valódi átmérők. Ezzel nem foglalkozunk részletesebben. Az algolnál egyébként a szoros elhelyezkedés következtében torzult alak, továbbá anyagáramlás is bonyolítja a számításokat. A Perseusban az algol mellett a ró fényesség változása szintén megfigyelhető szabad szemmel. Félszabályos pulzáló változó. Fényessége 3,3 és 4 magnitúdó között ingadozik, átlagosan 50 nap periódussal. A becslésekhez az algol észlelő térképét használhatjuk. Mint látjuk, a fénygörbe kevésbé izgalmas, mint az eddig említett változóké. Az utóbbi két év során a legtöbb megfigyelés 3,3 magnitúdótól 3,5 magnitúdóig szolgáltatott értékeket elég szűk intervallumban. Végezetül érdemes egy pillantást vetni a Xi Perseire, amely az egyik legforróbb szabad szemmel látható csillag. Felszíni hőmérséklete 35.000 fok, így 260.000-szer annyi energiát sugároz ki, mint a nap. Tömege 30-szor, átmérője 14-szer múlja felül a napét. 1200 fényév távolságról is jól megfigyelhető az égbolton. Kedves nézőim, sok mindent megtudtunk Perseus történetéről és a csillagkép csillagairól. Legközelebb Androméda szüleivel folytatjuk. A viszontlátásra!